Na menjünk egy kicsit harveszteljünk, gyerekek. Vakia. Jössze szüretelni. Akkor az a szemüveg alig fér el a kamera tőle. Vakia. Na hol is kezdjük? Előbb menjünk elül. De nem kell most egy tipapaja, ott láttam. Vaj kettőt. Láttam egy néhány mangót ezen a csuliga mangó fán. Elég röszösök. Ja, hát nem tudom, hogy nőtt ilyen hülyén nagy egyenesen egy... Ja, visszavút hol vagy egy párszor az első két tél. Megölte. Brazil cseresznye olyan lassan nő. Nem tudom, mikor látok rajta egy gyümölcsöt. Na lám, mi van még? Itt vannak a papolyák itt elő. Ezek, amikre már milyen rég várok, hogy érjenek be. Ez a haszontalan bokor itt megint nagyra nőtt. Lekerik a szabójam, látod, de csak hozhattad volna a macsettit. Ó, oh, tyukáprém, áprém. Melyik ez? Mulberry Giant. Nem nőttek olyan hatalmasra. Papolyák egy kicsit magasan vannak. Hogy érjem azt fel? Kóróval megpiszkálom. Nice catch, man. Nem rossz. Szomszédban a papagájok fütyülnek. Ezt elérem. Oké. Kicsit a nap megsütte őket, le vannak barnulva. Na jó, hadd lám még mi van. A cukornád elég gyengén néz ki. Na mutka, megkóstoltunk egyet, mikor itt voltak haveromék. Jó volt, édes volt. Banán itt növöget, de még idő kell neki. Ja, itt láttam, ne fan. Jó, édes jó Istenem! Oh my god! Na nézzétek meg a kicsi barackot! Nézzétek meg, milyen jó pofa! Na is kell húzzam a kesztyűs szemüveget és levegyem. Még nagyon kemény. Kicsit még kell hagyni érni, de tavaly lett rajta vagy három. Megettem fehér húsú, nagyon finom édes leves. Na jó, lesz egy barackunk, nem sok, de több, mint a semmi. Tovább. Ja, azért húzok kesztyűt, mert egy, hogy ne menjen szalka a kezembe. Kettő, hogy ne vágjam el a kezemet. Három, hogy ne fújjon a lére, amikor leszakítod az a... Ez a ragadós... Fehér tejecske. Na, mit szóltok a gyertyafámhoz? Ha? Egy olyan fa, melyen gyertyák nőnek rajta. Leszakítod, viszed be és gyújtod meg, s ég. Hányan hittétek el? Ja, ez a moringa. Hát a virág. Szép fehér virágja van, hogy forduljak, hogy jól lehessen látni. És ebben van a gyümölcse. Ezt nem lehet megenni, nem gyümölcs végül, csak maguk vannak benne. Akkor jó bérik, s megszárad, barna lesz a tökja, akkor lesz leheted. És van benne úgy, mint a fuszújka, van benne 10-15 mag. És arról majd újból lehet ültetni. Itt is moringa az, amelyik nagy igyenesen nő felfelé.
Van egy kicsi narancsfám, sokan kérdezik, ne jelzem is mennyi faszújka van. Van egy kicsi narancsfám, kérdezitek, hogy narancs van ez az egy citrusfámban jelenleg, volt még egy, kettő vagy három, de kihaltak. A citrust itt nem könnyű termeszteni, mert sok a betegsége. Ennek most lett vége termésnek, ez az első tyúkepérfám. Még van rajta vagy két szem, de az idén elég kicsikék voltak a gyümölcsök. Ilyen hatalmas volt a szárosság. De amúgy jó néz ki a fa, szép zöldárű, már két hajtást vágtam. Ezt levágsz egy ágot, a földbe beleszúrod, se nő egy másik fa. Ugyanolyan, ez ilyen, mint a fűzfa olyan. Jó, le van, minden megvan állva, nem nő semmi. Olyan szárasság van, a füse nő, lássátok, hát mikor vágtam ezt le, az összes, azóta se nőtt pár centit csak. De ja, a banánok se nőnek, semmi se nő. Ja, egy kicsit nőnek, mert ugye gyümölcsöznek, le leszüretelem őköt, de nagyon kevés. Tavalyhoz mérve, tavaly sokkal jobb volt, mert tavaly sok eső volt a száraz szezonban is. Aki jááá! Na itt a ház előtt van egy banán. Na itt le kell kaszabójunk. Nem az, amelyik még zűd. Havar ez is közel van, de kell még vagy 3 hét neki. Ez a sárga, ne? Akkor kezd egy kicsit sárgulni. Tegnap már megláttam, tegnap kellett volna levágjam. Megláttam egyet, már meg is ettek a férgek. Vagy valami más állat. Melyik az? Ez-e? Húá! Ó! Oh! Ezt jól oda vágtam, hé! Ja, általában nem akarok ekkorát vágni, csak félig vágom be, és akkor így lassan lehúzom, de szerencse itt puharra esett. Itt még valami palanták voltak. Ja, itt egyet megzabált valami. De ott kell legyenek más állatok, és nem csak én. Most egy néhányat innen is felülről. Hogy nem vettem észre. Na mindegy. A lényeg az, hogy a többi az enyém. Te az enyém vagy, bébi! Jó, de kisebbek a bancsok. Na, de mindegy, étel. És ingyen van. Nem ingyen, de... You know what I mean. Kárbő van. Kicsit vágjuk még szét, hogy ne legyen így szana széjjel. Nem akarom mellette lévőt levágni, és már egy kicsit megtörte a leveleit. Igen. Ja, egy banán csak egyszerre ad gyümölcsöt. Mielőtt rám ripakodna valaki, hogy mély vágom le minden estől a fát. A banán nem fa. Lássátok, ez milyen. Csak a levelekből áll a törzse. Hát ez egy herb. Botanikailag herbnek van minősítve. Hát van még egy papaja ott fent, azt is üssük le akkor együtt. És a gyümölcse berrynek. Berrynek még most se tudom, mi a magyar megfelelője. Ugye berry az...
gyűjtőnéva, Aper Mana Seder, ilyesminek, de banant is oda sodorják, sorolják. Kicsit furcsa, mi? Leveleket ide a tövire, és azt lebomlik. Jaj, itt egy gyárcsökevényesedett. Na mindegy. Vegyük le azt a papolyát. Elég magasan van, hogy 3 méter. Na, mire való a PVC-cső? Hanem papolyát születelni. Megfogtam, de kicsúszott a kezembe. Elég rongyos, de... egy snacknak megteszi. Adlan, még mi van? Ja, itt valami zöldségek nőnek ki. Meg szoktam innen locsolni. Egy banán középen, s az mellette itt vagy izé tök, vagy uborka, vagy valami hasoncsikkó. Na. A vizem még mindig köpködik, meg kell nézzem a nyomástortalt, hogy milyen helyzet vele. Valami gáz van. De annyi elég egyelőre. Olyan, ne! Gyümölcsözik ez a fa. Ah, hihetetlen. Azt se tudom, ez mi az, valamilyen szívaféle gyümölcs. Valaki adott egy karingot, egy rudat. Ide belé szúrtam, és abból le nőtt ki. De mikor adták a tavaly, úgyhogy egy éve körül. Ja, hátul itt... itt nagy a csend. Semmi termés. Legutóbb a mutkoráról a lakatánról. Ha, ne, vannak papaják. A lakatánról születeltem. Egy kicsit... ja, fel kell alsak egy kaszalvát, ez a lyukka, vagy kaszalva más néven. Ilyen, de a pityók olyasmi, mint az édes burgonya. Adlámba, valami jó gyökeret meg tudnék enni. Nagyon finom. Fehér hús van, olyan, mint a csirkemel. Még látok egy papaját, bújkál a zág mellett. Olyan pitiká! De le ide te! Félfogamra! Se vagy elég! Na, mini papaja! Na, ennyi gyerekek! Ja, a szarossága limitálja nagyon a termést. De nem baj, mert ha túléljük ezt a nyarat, földet fertőtsük, billáncs működik, akkor rengeteg változás lesz az ősztől, itt rengeteg múlcsot behozok, meg csöveket lefektetem, PVC-t, öntözőberendezést teszünk. Na! Ennyi marról szóri. Azért a szarosság ellenére is volt elég jól termés az idén se tavaly. Úgyhogy nem panaszkodhatok, tehát régóta már banánt nem kellett vegyek az üzletből. Na, de tudjátok, hogy van, mikor annyi felé kell szakadni, és még pénzt keresni, és járműveket javítani is. Minden akkor nem marad idő mindenre, nincsen főcs, egyedül nehéz mindent csinálni. Na jó, hívott James, jön le este. Itt fog aludni nálam, és ezt hónap működik a háznál valamit, és este menjél haza, hónap este. Oké. Ennyi volt ma arra a szület. Vakia! Na, ki az udvart, miért társod fel?